Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő szív üzenete. Ez egy általános jóslás. De megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, az ő szív üzenetét. A díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő jelenlegi helyzete itt látható. Nála vannak kihívások, harcok, viták, veszekedések, de ő elrohan ezektől az eseményektől. Nem meri védeni magát. Lehet, hogy fél valakitől, vagy nincs kedve hozzá. Erőtlen. Megnézzük az ő gondolatát. Ez a kép azt jelenti, hogy ő a saját énjét akarja élni, azt is elvárja, hogy te éld a saját énedet, nem hajlandó változásokra, mert ő úgy gondolja, én olyan vagyok, amilyen, és mindenki fogadjon így el engem. De nem csak saját magáról gondolkozik így, hanem rólad is, hogy légy olyan, amilyen vagy, nem kell megváltoznod. Az érzelmei. Itt megvannak az érzelmek, megvan a kapcsolat, de kell neki a szabadság érzete is. Vagy úgy érzi, hogy számodra is fontos ez a szabadság. És mit közöl veled? Ez a kártya jelenti a stratégiát, ő mindent átgondol, kinek mit mond. Sőt, azon is elgondolkozik, hogy ki hogyan fog majd reagálni, ha ő ezt majd mondja. Átgondolja nagyon a dolgokat. Mit szeretne közölni veled, de nem mondja ki? Ez a kártya jelenti az optimizmust, tehát ő érzi azt, tudja azt, hogy minden jóra fordul, de nem mutatja ki azt, hogy ő bízik a jövőben. Hogy lát téged? Ez a kép utal a biztonság érzetére. Vagy úgy gondolja, hogy nálad megérkezett, nálad le tud gyökerezni, te nyújtod a biztonság érzetét, az is lehet, hogy észrevette azt, hogy neked is szükséged van a biztonság érzetére. Te tudod ezt nyújtani, de vannak elvárások is. Mi köt össze benneteket? Itt látható az egyensúly, a harmónia, jól passzoltok egymáshoz. Mert te is be tudod őt folyásolni, vagy tudsz alkalmazkodni hozzá, és ő is hatással van rád, ő is alkalmazkodik hozzád. És ez volt, ez az általános jóslás, az ő szív üzenete. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!